Ez a beközlekedő út lesz, az meg ugye a másik oldal lles a kiközlekedő. A Lendő-Kertész úti oda-vissza irányú bicikli utakról beszélgetett Mincér Gábor alpolgármester és Kájel Árpád civil kerékpáros, hiszen nem sokára már ezen a részen is külön úton tekerhetnek a kétkerekű közlekedést favorizálók. Örömmel veszem, hogy itt is kerékpárút lesz, és egyre-egyre több kerékpárút van a városban, és ezek a kerékpárutak úgy néz ki, hogy egy jó hálózatot fognak alkotni, bekapcsolódnak a kistérségi kerékpárút hálózatokba is. Ugye ez a Kertész út ugye bele fog a K2-n, a K2-ről ki tudunk jutni Egerszalók felé is, Egerszalóktól pedig ugye tudunk menni már Kerecsent felé is, Demjén felé is lehet menni kiépített kerékpárúton. A kertészúti kerékpárút már egy egész hosszú szakaszon igen látványosan kiépült, bár még további munkálatok is várnak a kivitelezőre. Az alpolgármester szintén kiemelte, hogy a biciklis hálózat újabb elemének kivitelezése a tervezett ütemben halad. A kertészút teljes hosszában készül a kerékpárút, tehát ez nagyjából másfél kilométeres távolság, és mind a két oldalt lesz, tehát egy bemenő és egy kijövő kerékpársáv. Itt, ahol széles a kertészút, egészen a Hadnagyútig itt külön kerékpársáv kerül kialakításra, ahol összeszűkül már a Hadnagyútól befelé az úszodáig, ott viszont felfestéssel lesz ez megoldva, és végül is azon a területen fog becsatlakozni a már meglévő kerékpárút hálózatba, tehát így innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy végig egészen a Kistályi utat ezt a részt össze fogja kötni. A Bicajos terep kialakításáról egyébként lakossági tájékoztató véleményező fórumot is fognak tartani január 28-án pénteken 17 órától a Kemény Ferenc sportiskolában, ahová várják mindazokat, akik többet szeretnének tudni a Kertész utcai bringa útról.